Csodás dolgokat készítenek a szellemi fogyatékos embereket segítő társulás tagjai, fiúk és lányok. Nap mint nap örömmel ülnek az asztalhoz, és veszik kézbe a különféle anyagokat, hogy valami szépet alkossanak, és másokat is megörvendeztessenek. Egy esztendővel ezelőtt kezdték el a közös munkát a regionális művelődési központtal, és rendszeresen találkoznak az alkotó műhelyben. A központ munkatársai Jana Masicová és Himpán Terézia e célból alkotott meg egy projektet dekorációk és haszontárgyak készítésére. A fiatal embereken kívül önkéntesek is bekapcsolódtak a munkába, és a projektet Komárom városa anyagilag támogatta. A kreatívan akadályok nélkül elnevezésű alkotóműhelyek ösztönzőleg hatnak mindazokra, akik a részesévé váltak. Csonáz Ucsili. Učili nás servítkovú techniku, čo ja keď som robila, tak vždycky sa mi všetko potrhalo. Mire tanítottak? A szalvéta technikára. Mert amit én csináltam, mindent eltéptem, vagy gyűröttek voltak. Tanítottak minket dolgozni agyaggal is, különféle csészéket, tálakat kreáltunk. Mivel nincs égetőkemencénk, ilyeneket nem tudunk csinálni. Ezért ez értékes lehetőség volt. És mivel mi nők szeretjük az ékszereket, és jó magam nem merek új technikát kipróbálni, ezért jó, ha valaki megmutatja nekem. Ilyeneket is készítettünk, divatosakat például vintage stílusban. Mindezekre ők tanítottak, oktattak bennünket, és képzeljék el, mi egészséges emberek csinálunk valami egyszerűet, de számukra ez nem volt egyszerű, és emellett még másokat is tanítaniuk kellett. Nagyon érdekes, megragadó volt. Tak vlastne aj po tej sociálnej stránke sa úplne inde posúvali tam tí mladí ľudia, takže to bolo také zaujímavé. Ezután pedig mi foglalkoztunk velük. E három év alatt, amióta az alkotó műhelyünk létezik, jó pár technikát megtanultunk, sejemre festeni egyszerű technikával, vagy a batikolást, ami elnyerte a tetszésünket. Viszonylag egyszerű eljárással, technikával készül, mégis csodás dolgok születnek. Minden megszületett alkotás egyedi. Mi teljesen másként látjuk a színeket, mint ők, és látni is lehet a különbséget. Amikor mutattuk egymásnak a színeket, ötleteket, a gyerekek egészen más színeket ötvöztek, és nagyon szép munkák születtek. Aztán jött a fába égetés, amikor különféle képekkel segítettünk magunkon. Például népi motívumokkal, vagy a konyhával kapcsolatos motívumokkal. Sok felirat is született, és mivel a gyerekek szeretik a neveket, ráégették a sajátjukat is. Dobozokat, fakanalakat és sok más egyebet díszítettünk ezzel a módszerrel, és nagyon egyszerű segédeszközöket használtunk ehhez. Kezükbe vették a ceruza alakú égetőt, és nekiláttak a munkának, és nagyon szépen dolgoztak. Makramé formájú, a barátságot jelképező karkötőket is készítettünk, ez is nagyon tetszett nekik. És amikor megtanulták az alapokat, sokféle színt választottak, ügyesen kombinálták ezeket, és igencsak szépen dolgoztak. És amikor maguk is látták, hogy egy-egy csodás dolgot milyen egyszerűen el lehet készíteni, akkor nem elégedtek meg egyel kettővel, hanem leültek, és csak dolgoztak szorgalmasan. Néha még az ebédről is megfeledkeztek. Ha támogatni szeretnék a szellemi fogyatékos embereket segítő társulást, látogassanak el a Jókai utcába, ahol a gyógyszertárral szembeni kirakatban megtalálják a díszítő és haszontárgyakat. Talán megragadják önöket, és lesz olyan, amely akár karácsonyi ajándék is lehet. Lépjenek telefonon kapcsolatba velük, vagy keressék fel őket a Béke utcán, és válogassanak ott. Az így befolyt pénzt anyagok vásárlására fordítják majd, melyekből szintén csodás alkotások születnek, alkalmasak mások megörvendeztetésére.